volt Gresham biztosító székháza a város egyik legpazarabb palotája, a magyarországi szecesszió műremeke, az 5. kerület egyik nevezetessége. Az 1907-ben épült palotát 2004-ben alakították luxusszállóvá. A 179 szobás luxusszálloda Four Seasons Gresham Palace Hotel néven működik. Az egykori Budapestnek a legszebb klasszicista palotája helyén épült. Ez a modern kor igényeinek minden szempontból sokkal jobban megfelelő luxuspalota, a Gresham Életbiztosító Társaságnak a palotája. Londonban hirdették meg azt a tervpályázatot, amelyet Kvitner Zsigmond, ő valójában historizáló építészünk, nyert meg. Ám tudjuk azt is, hogy az ő műhelyében dolgozott munkatársként Vágó József, aki már a szecessziónak, az új, az akkor modernnek tartott stílusnak a mestere, és valójában az épület Vágó József kezenyomát viseli. A gazdag épületplasztikákat olyan kiválóságok készítették, mint Maróti Géza és Telcsede. A lépcsőházi üvegablakok Róth Miksa, a kovácsolt vaskorlátok Jungfer Gyula műhelyéből kerültek ki. A Lánchíd vonulatának végén álló palota homlokzatáról Sir Thomas Gresham szemléli a forgalmat, majd 100 esztendeje. Ő az, aki 1566-ban megalapította a londoni tőzsdét, illetve róla nevezték el az angliai székhelyű Gresham biztosító társaságot. Hát a házba úgy kerültem, hogy megszülettem a kórházba, és rögtön ide hoztak. 50-ben hoztak ide, és 99 novemberébe költöztünk el, tehát 49 évet töltöttem itt. Mi az 5. emeleten laktunk, 64 négyzetméter volt, udvari lakás volt, nem volt olyan szép kilátás, viszont nagyon csendes volt, és kellemes, jó hely volt. Mindig voltak ismert emberek, háború előtt a csortosék, akkor később például a színészházaspár, az Egri István és a Nárai Teri, őnekik a két lányuk szintén színész lesz, a Márta és a Kati. Nem tudom még, ki volt híres. Hát én! Később a Turai ide, igen, ő is itt lakott, igen. Nem volt sok lakó, mert a legnagyobb részét az épületnek a vállalatok tették ki, hivatalok. Gresham biztosító társaság szecessziós épületének a T alaprajzú passzázsában állunk, amely egykoron nyitott volt, és három utca felé biztosított átjárást ennek a valójában luxus bérpalotának. Mögöttem a Jungfer Gyula műhelyében készült pávamotívumos kovácsolt vas kaput látjuk. Ez mindhárom oldalon zárta ezt a passzást. Az érdekessége azt, és amelyet talán kevesen tudnak, hogy egy gomnyomásra süllyeszthető volt. Ez azt jelentette, hogy az ideérkező, hintón érkező emberek is behajthattak a passzásba. Sokkal szürkébb volt, és néptelen, mert akkor csak mi voltunk egyedül itt szóformán. Úgyhogy, hát ugye lerobbant volt. Sötét volt, aszfaltozott volt az udvar. Voltak rajta világító ablakok, ami a pince felé a szellőzést biztosította. Gresham palota passzázsának a három lépcsőháza közül az egyik leghíresebbjében a Zsolnai gyár által burkolt bejáratánál állunk. A Gresham passzázs volt valójában a fő bejárata a lakásoknak. A Zsolnai gyár e célra külön technológiával elkészített csempéket gyártott.
Ennek a Kossuth Lajos üvegfestésnek, illetve a körülötte lévő gyönyörű szecessziós díszítésnek az az érdekessége, hogy szinte eredeti állapotában maradt fenn. Érdekessége ennek a Kossuth ábrázolásnak, hogy egy korabeli daguerrotípia alapján készült. Kossuth Lajos fia is ebben az épületben lakott később aztán, hiszen, amint már mondtuk, a korának a legelegánsabb luxus épületei közé tartozott, így a lakói is arisztokraták, politikusok, híres művészek voltak. Az egész lépcsőházat nagyon értékeltem, mert én imádtam a lépcsőházat. Nagyon szeretek fütyülni, és gyalog jöttem le a lépcsőházban nagyon lassan, és ha elég lassan jön az ember, hát legalább félig el lehet a Kék Rapszódiát fütyülni. Úgyhogy én azt mindig azt fütyültem a lépcsőházba. És annak idején például a házfelügyelő nem engedte, hogy a gyerekek lifttel menjenek. Mindig elzavart minket, hogy menjünk gyalog, mert mi még bírjuk. Úgyhogy fölfelé is legtöbbször gyalog mentünk. 2014. decemberében a Four Seasons Gresham Palace fennállásának 10. évfordulójának apropójából hangulatos adventi vásárt rendeztek a hotelben, amely mindenki számára látogatható volt.